használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy ezzel a meditációval felgyorsítod a fizikai tested, a plazma tested, az éter tested, az asztrál tested és a mentális tested leválasztásának folyamatát a lurkerről. Most hívd be az ibolya lángot annak elsődleges forrásából, hogy hozza létre a védelem körét körülötted. Kérd meg, hogy alakítson át mindent, ami nem szolgálja a fényt. Most képzeld el, hogy egy aranyszínű fénykörben ülsz, vagy állsz, amely a földön a lábad körül helyezkedik el. E kör sugara a saját karod hossza, kinyújtott ujjakkal. Most képzelj el egy másik aranyszínű fénykört közvetlenül előtted, amely körülbelül akkora, mint a tiéd, és éppen csak érinti, de nem fedi a te köröd. Képzeld el, hogy a lurker szilárdan a földön marad ebben a körben. Most a két kör érintkezési pontjából kiindulva, képzeld el, hogy ragyogó neonkék fény áramlik a lurker körül, az óramutató járásával megegyező irányban. Képzeld el, hogy ez a ragyogó neonkék fény balról jobbra áramlik körbe a földön. Még végül az egész kör ragyogó kék fényben körvonalazódik. Most a két kör érintkezési pontjától hagyd, hogy ez a neonkék fény az óramutató járásával ellentétes irányban tovább áramoljon a földön, a te köröd bal oldalánál. Majd körbe vissza a két kör érintkezési pontjához, hogy egy teljes nyolcas alakot hozzon létre. Folytasd a ragyogó neonkék fény áramlását még néhány percig a nyolcas alakzat körül.
miközben a fény tovább áramlik, érezd, hogy te magad, a lurker és a ragyogó kékfény lehorgonyzódik a talajhoz. Most képzeld el, hogy Saint-Germain ragyogó ibolya lángja elvágja a köteléket, és elválasztja egymástól a két kört, leválasztva téged a lurkerről. Végül adj hálát minden létezőnek, aki segített felszabadítani magad és az emberiséget a lurkertől. A fény győzelme.